Hétvégén 11. alkalommal rendezték meg a Haladás Sportkomplexum súlyemelő termében a Tóth Géza emlékversenyt, amely a Szavária kupából nőtte ki magát. Az előzetes várakozásoknak megfelelően az ország valamennyi pontjáról érkeztek sportolók, a szervezők 60 fő részvételét tudták biztosítani. A rendezvényt hatalmas érdeklődés mellett bonyolították, és ünnepi pillanatokból sem volt hiány. Az ország színe javaszinte itt van, kivéve Nagy Péter olimpikonunkat, ő neki családi elfoglaltsága miatt nem jelent meg, illetve egy késői nevezés miatt. Annyit tudni kell róla, hogy 84-en neveztek, ebből 60 nevezést tudott az országos szövetség elfogadni, az idő rövidsége miatt, mivel ez egy egynapos verseny. A 21. századi körülmények között lebonyolított emlékverseny valamennyi súlyemelő számára komoly téttel bírt. A közelgő korosztályos és felnőtt nemzetközi megmérettetésre nyújtott kiváló lehetőséget a felkészülésre a sportolók számára. A hazai színeket 10 versenyző képviselte, a szombathelyi súlyemelők több remek eredményt jegyeztek. Nagyon kitettek magukért a fiataljaink, Isten igazából a lányoknál darabossára elhozta a legjobb utánpótlás női versenyzőt, de mondhatnám az, hogy a Kinga, Molnár Kinga, és akkor a Takács Szelena, darabos Jászmin is egyéni csúcsokat emelt, szinte sziporkáztak ezek a kislányok a versenyen, illetve Pavolics István nagyon-nagyon jól teljesített, így majd a következő versenyünkre, az iskolás OB-ra ők már nagyon felkészülten tudnak részt venni. Nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek mezőnyében szereplő haladás súlyemelők is remekeltek. Saját súlycsoportját magabiztosan nyerte a közelgő kontinens viadalra készülő Gyűrűs Barbara és Boros Viktória is, aki 206 kg-os összteljesítményével a legeredményesebb szombathelyi felnőtt női versenyző külön díját is elhozta az aranyérem mellett.